Jászapátin évek óta igyekeznek önálló intézkedésekkel megállítani az elvándorlást, ingyen telkeket ajánlottak fel a letelepedőknek, 2019 tavasza óta pedig új szinten topos forrásból 7 lakást újítottak fel, melyek beköltözhetőek is, ingyen lakhatóak a fiatalok számára, nem akármilyen feltételek mellett. A lakások körülbelül 60 négyzetmétertől 90 négyzetméterig állnak össze, amilyen felújításra szorultak, nagyon régi épületek, nagyon régi lakások, azt gondolom, hogy nagyon sok munka volt velük, a fűtés, a villany, a vizes blokkok felújítása megtörtént, a lakások kaptak burkolatot, szekrényt, tehát alapinfrastruktúrális felújításon vettek részt, számítógép, laptop jár a minden lakáshoz, illetve nagyon fontos kiemelni a konyhai berendezéseket, azt gondolom, hogy ezeknek a beszerzése azért egy fiatalokat illetve nagyban tud segíteni. Hűtő, mikrohullámú, sütő és a fürdőszobában is mosógép található meg. Az önkormányzat számára nagyon fontosak a fiatalok. Fontos, hogy egy vonzó városképet tudjunk számukra kialakítani. Ez a pályázat is ezt a célt szolgálta. A jászapáti fiatalok helyben maradását célzó pályázat keretében 133 millió forint értékben 7 lakást tudtunk felújítani, és az alapfelszerelésekkel sikerült ezeket el is látni. Továbbá a fiatalok számára különböző képzéseket is tudtunk megvalósítani, ezzel is segítve őket az önálló életkezdésben. Az ingatlanokra folyamatosan érkeztek a pályázatok. A város lehetőséget adott, hogy a nyertesek 24 hónapig térítésmentesen élhessenek a felszerelt lakásokban, melynek egyik kritériuma, hogy helyben kell önkéntes munkát végezni a település érdekében, amit időnként igazolni kell. Dr. Tóth Nóra jegyzői referensként dolgozik Jászapátin, és nagy segítség volt számára a pályázati lehetőség. De a jegyzőasszony tájékoztatott arról, hogy van egy ilyen lehetőség, ami kifejezetten a fiatalok letelepedését és helyben maradását támogatja. Én akkor erre benyújtottam a pályázatomat. Én úgy gondolom, hogy ez hatalmas segítség volt. Egy pályakezdőnek mindenképpen nagy lehetőség az, hogy egy biztos környezetet tud, egy biztos hátteret tud magának megteremteni. A napokban Jászapáti önkormányzata hivatalos felületein, honlapján és közösségi oldalán újra megjelent a lehetőség, melyre egy meghosszabbított határidővel egészen július 15-ig lehet jelentkezni. A pályázat részletes tartalmi feltételeiről, a pályázati adatlapról személyesen a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni, a földszinti 10-es számú irodában, illetve mindez letölthető a jászapati.hu weboldalról, vagy telefonon és e-mailen is lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken.